A Borsodabaui Zemplén megyei közgyűlés szeptember 15-i ülésén a legnagyobb érdeklődés a megyei tömegközlekedés helyzetéről, valamint a Borsodabaui Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara elmúlt évi tevékenységéről készült tájékoztatók iránt volt. Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg az ülést. Normál munkaterv szerinti közülésünk volt a szeptember 15-i, ahol tudtunk tárgyalni az elmúlt fél éves pénzügyi tervnek a megvalósulásáról. Bevételeink 55% fölött, kiadásaink pedig bőven 50% alatt teljesültek, tehát egy stabil pénzügyi helyzetben van az önkormányzatunk. Módosítottuk az integrált területi programunkat, amelynek a fő kérdése az volt, hogy azokat a 6%-ot, amelyek be voltak tervezve 2019-re, egy picit előrébb hoztuk ütemezés szempontjából, ezt a forrást szeretnénk az önkormányzatokhoz még az idén, de legkésőbb jövőre eljuttatni. A többi napirendi pont az a munkaterv alapján történő napirendi pontok, néhány beszámoló a közfuvarozással kapcsolatban, illetve néhány alapítványi támogatás. A megyei integrált területi programot aktualizálta a közgyűlés, majd Bihal Tamás, a BOKIK elnöke fűzött kiegészítést a Kereskedelmi és Iparkamara elmúlt évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz. Elmondta, hogy az országos tendenciákhoz hasonlóan megyénkben is tapasztalható a szakképzett munkaerő hiánya, ezért a szakképzést, duális képzést még hatékonyabbá kell tenni. A megyei tömegközlekedés helyzetéről szóló tájékoztatót élénk érdeklődéssel, számos kérdéssel, megjegyzéssel kísérték a képviselők. A regionális közlekedési központ vezetője kiegészítésében elmondta, hogy 80 darab 50 év körüli átlag életkorú buszt szereztek be, amelyek döntő többsége a megyénkben közlekedik. A MÁV képviselője megerősítette, hogy az Óz-Miskolc vonalon végig dízel mozdonnyal közlekedik a szerelvény, így nem kell Kazincbarcikán átszállni, amit kedvezően fogadtak az utasok. Ismertette a járműbeszerzés tapasztalatait, a tervbe vett pályarekonstrukciót a Budapest-Miskolc vonalon, amely eredményeként gyorsulni fog a közlekedés.